Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez itt látható ezen a képen. Ennek a toronynak sok jelentése van. Lehet, hogy ő szeretne megnövelni, nagyobbítani valamit. A torony utalhat egy nagy városra is. Ez lehet akkor egy kiruccanás, vagy valamit tervez a városban. A torony jelenthet egy hivatalos ügyet, vagy egy bírósági ügyet is, amit neki most rendeznie kell. Ami az érzelmeket illeti, a torony gyakran jelenti azt, amikor ő fogva érzi magát, mint egy labirintusban, és keres egy kiútat, keres egy megoldást. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható ez a hajó, és ez szimbolizálja a reményt. Megvan a remény ahhoz, hogy itt, ebben a helyzetben legyen egy kiút, legyen egy megoldás. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok, utazások, lehet, hogy tervez veled egy utazást. Ez az út, ez az utazás, ez lehet egy belső út is. Mint például egy spirituális terület, vagy egy lelki út, és akkor érzi azt, hogy te vagy a lelki társa, vagy társnője. A harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodban. Itt látható ez a hegy. Ez utalhat egy hegyvidékre, ez is lehet akkor egy kirándulás. Vagy utalhat problémákra is, hiszen nem tudjuk azt, hogy mi van a hegy mögött, mert nem látható. És pontosan ezeket a blokkádokat, ezeket a nehézségeket kellene megoldani. Lehet, hogy úgy érzi, hogy közeledik hozzád, és elkezdtek így a problémákról beszélni, amit ő nem akar, és keres itt egy ilyen mellékutat, tehát eltereli a figyelmedet a problémákról. És a kártya középen jelenti azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható, hogy ő meg akar óvni téged, vagy nála is vannak nehézségek, keresi a társaságodat, szeretne beszélni veled, de nem problémákról, inkább elvárja azt, hogy olyan anyai érzelmekkel közeledj hozzá, hogy elkényeztesd őt, vagy segíts neki egy bizonyos helyzetben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!